Biztos vagyok benne, hogy Vin Diesel jó fej. Érvek nélkül, tények nélkül. Aha. Talán mit is jelentsen? Ő a merész és a lenyűgöző. Tekegolyóvá válni nem olyan nehéz, mi Messi? Meddig fogsz még emlékezni erre a történetre? Nem, csak életem végéig. Csak viszket! Ráadásul Diesel olyan gyorsan is szágult. Klassz, mi? Mary Johnson is szágul, de nem lesz jó vége. Ez a vége? Igen. Ezért menő Dwayne Johnson. De miért? Mert nagy és erős, mint én. Bár megbocsáss, de ő azért nagy és erős, mert sokat edz. Ismerjük az edzéseket, nincs dupla étkezés, csak 3 adag. Nem érted. Jason Statham az erő. Ki tudna más úgy csinálni, mint ő? Pont így. Veszélyes harcos vagy, főleg magadra nézve. Vámpír, miért hallgatsz? Kit szeretsz az akciófilmek ősei közül? Nem tudom. A rajzfilmeket jobban szeretem. Srácok, van egy kis ajándékunk számotokra. Miért? Csak úgy. Nincs semmi csak úgy, mint ez. De te mindig valami furcsát csinálsz. Például mi? Csináltál egy göndör pulykát. Ez egy kísérlet volt. Csak unatkoztál. Várj, honnan szereztél pulykát? Ó, ajándékok! A jóság ismét győz. A gonosz figyelmét elvonta a mikró. Alattomos lépés. Vagy egy csúnya trükk. Tudod mit? Még mindig rejtélyes számomra, hogy a lányok ilyen klassz ajándékokat adtak nekünk mindenféle alkalom nélkül. Nem tudok egyetérteni a kételjeddel. Az az egész olyan furcsa. Valamire készülnek. Van egy paloska vagy egy mikrofon? Mutasd meg! Biztos nem. Soha nem árulnál el engem. Mi legjobb barátok vagyunk. Nem zavarunk téged? Most nincs itt az ideje vitatkozni. Ki kell derítenünk, hogy mire készülnek a lányok. Van valami ötletetek? Igen, adjatok egy kis vért. Még mindig remélhet, hogy sikerülni fog. Hát... Meg fogjuk ötni az izmainkat és megetetjük a tüdőnket. Tessék! Sétálunk egyet. Ez az esélyünk! Micsoda vadhely! Se hűtő, se kanapé! Nos, szedd össze magad! Követnünk kell Kate-et és Júliát! Nem probléma, de miért? Hogy megtudjuk, mire készülnek. Szerinted ez jó ötlet? Nos, igen. Mi baj lehet? Például ez. Olyan szép a szabadban, miért járunk ide olyan ritkán? Mert általában a telefonunkon ülünk, vagy ha nem ott, akkor a tévén. Vagy csak nem akarod egyedül hagyni az ágyadat. Pontosan, akkor mit csinálunk itt? Gerald!
mit csináltál? Nem én voltam. Akkor ki? A lábaim. Nem tudlak kiutatni. Akkor mit csináljunk? Nem tudom, várjuk meg a tavaszt. Akkor nem kell iskolába mennünk. Aha, de a pizzás napokat kihagyod a menzán. Mi van? Mi van? Menjünk! Különben lemaradunk a lányok csapdájáról. Ó, olyan szép itt az utcán. Hát igen, nagyon szép. Hát igen, de én így is le akarok feküdni. Mindig csak aludni akarsz. Szerinted meddig fognak még beszélgetni? Vettem új kozmetikumokat is. Nyugalom, nem beszélgethetnek a végtelenségig. Vagy mégis... Miért döntöttünk úgy, hogy aláírjuk magunknak a halálos ítéletet? Bizonyítékot keresünk. A túlvilági élet bizonyítékait? Arra, hogy a lányoknak új barátjuk van. Várj, miért vagy ebben olyan biztos? Mert a hirtelen ajándékuk egy elterelő jel volt. De itt vagyunk nekik mi. Nem keresnének új fiút. Biztos vagy benne? Igen. Biztos van okuk arra, hogy máson randizzanak. Milyen okuk? Például mi? Tényleg, ez aztán ér. Nem úgy néz ki, mintha egy hercegnőnké lenne szarvascipővel. Úgy tűnik, hogy nekünk van szarvunk, nem nekik. Hogy lehet, hogy nekik? Ez nem kérdés számomra, barátom. Jobb, ha megkérdezed inkább őket. Hogy tetted? Nem mi vagyunk azok, hanem mármint mi értelme? Hogy tudtál megcsalni engem? Hát tényleg nem mi voltunk. Mit gondolsz? Itt van a megdönthetetlen bizonyíték a kezünkben. Azt hittem, hogy okos vagy. Én is így gondoltam. Nincs semmi mondani valód. Csak azt, hogy nem az okosságodért szerettünk téged. Hogy érted ezt? Ez a ti dolgotok, nyomozók! Ez nem szép. Ha nem mész el most, az is fájdalmas lesz. Vlad, mit csinálsz itt? Semmit. Nem tudnád a semmit máshol csinálni? Nem tudok így járni. De miért? Szűk a cipőd. Nem, ez te vagy. Hogy magyarázhatnám ezt meg? Csak segítek. Hogy kísérleties hangulatot teremtsetek? Nagyon jól csinálod. Várj, meg kell vizsgálnom téged. Már megtetted. Talán valami megváltozott? Megváltozott. Most már kétszer akarlak megverni, nem egyszer. Mi van veletek?
furcsán kezdtek viselkedni. Mintha nagyon aggódnátok valami miatt. Vagy csak egyszerűen pszichések. Mi csak több időt akartunk tölteni veletek. Megértettétek, hogy ez nem hangzik reálisan. Valami jobbat kell kitalálni. A rögtönzés nem a mi világunk. Na mondd, mi az? Nem tudtuk elhinni, hogy minden ok nélkül ajándékot kaptunk tőletek. És elkezdtünk keresni. Azt hittük, hogy valami rosszban sántikáltok. Van rajtunk kívül másodok is? Komolyan? Csak a szívünk mélyéből akartunk örömet okozni. De ti meg gyanakodni kezdtetek. Hát igen, ez igaz. Nem hangzik túl szépen. Nem szégyellitek magatokat? De igen. Sajnáljuk, tényleg nem volt szép tőlünk. Gondoltatok ránk, de mi még meg sem köszöntük. És inkább képkedni kezdtünk utánatok. És olyan dolgokat kerestünk, amik gyanúsnak bizonyulnak. Bolondok voltunk. Béke? Játszunk PlayStation-on a béke jeleként? Talán jobb lenne valami társasjáték? Vagy bujócskázzunk, vagy állítsunk egy kihívást, hogy örökre PlayStation nélkül maradjunk. Remek ötlet, benne vagyok. Emellett játszhatsz a menő ajándékaiddal is. Biztos vagy benne? Annyira mulatságosak vagytok, nem tudunk nélküle élni. Mi sem fogunk. Nem értem. Hé, miért nem működik? Azt hiszem, biztonságosabb lesz az erdőben. Biztos vagy benne? Lányok! Gyorsan fussunk! Lányok! Meddig beszélgethetnek? Megzavartál a nevetéseddel? Próbálom mondani a soromat, erre te beleörölsz. Nem létezik, hogy csak úgy kaptunk ajándékot tőlük. Veszélyes, hogy harcos vagy, főleg magadnak. Hát ez meg... melyik hercegnőnké lehet?